Sziasztok, ez itt újra a Heroes 6 végigjátszása is. Az utolsó kampány az a Naga kampányot, hogy kezdtünk jó hosszú idő után. Ez egy teljesen új nép, így a Heroes a Fighter Magic sorozat világában, amelyel azért kimondatlanul is, de egyértelműen a készítők, pontosabban főleg a kiadó, az Ubisoft, nem is a magyar kifejlesztő, az Ubisoft döntött úgy, hogy a kínai marketing piacot, illetve a vásárlás piacot, játékvásárlás piacot, azt ezzel dobja meg még jobban, igenis Kínában egyre erőteljesebb lett a Heroes sorozat népszerűsége, egyre többen játszották a Heroes 5 után, és itt akarták ezt meglovagolni, de egyébként most még inkább ezt mondják, a Heroes játék mobil változatok, pontosabban a Heroes azosított mobil játékok nagyon népszerűek. Most kettő is aztán még megjelent, még Ashen univerzumában, bár állítólag a rebootolt új rész majd, ami lesz, ami ki tudja milyen néven jelenik majd meg, de állítólag egy új világban játszódik, az már ugye nem Ashenben fog. Így úgy néz ki, hogy ezek a kínai mobilos játékok, vagy kínai cégek által készített mobilos játékok az utolsó Ashen világában, de nagy sikert arattak most is, és hát 11-ben is láthatóan ezért rakták be már akkor a Naga népet a Heroes 6-ba is. És eleinte egyébként ockodtam tőlük, úgy gondoltam, hogy hát ez nem lesz egy olyan jó név, vagy túlontúl autentikus lesz csak, de nem, mert azért jól keverték, misztifikálták a különböző egységeket, lényeket az Ashani világhoz, a Heroeshoz, és nem csak is a kínai mitológia, meg kínai mitoszok lényei állatai jelenhettek meg a szemünk előtt. Lényeg az, hogy összességében megkedveltem ezt a frakciót, bár azt hozzá kell tennem, hogy egyrészt játékmenetében jellemzőjében pont nem az a kedvenc, egyik kedvenc frakcióm itt a játékban, a hatodik részben, de egyetlen nem egy rossz választás, amely leginkább a balanszra, a védelem és az attack, tehát a támadás átlagára, balanszára használható. A frakció képességük is erre utal, illetve a lényeiknek a statja is. Tehát egyik lényeg sem igazából egy sebzés dealer, vagy egy mondjuk egy, mit tudom én, egy pajzsos őrszem mondjuk a Heavenből, amelynek nagyon jó védekezése, hanem igazából a kettő között próbálnak ragírozni, és különböző aktív skillekkel, taktikákkal operálnak, illetve nagyon sok lassító varázslatot vagy képességet használhatnak, vagy a lényeik által, vagy hogyha mondjuk azon az ágon, mondjuk a víz mágiaágán jutunk el minél messzebbre. A lényeg az, hogy az egységeiket sokszor gyorsíthatja, és az ellenfelét csak is lassíthatja ez a nép, erre is appellál még, tehát gyakorlatilag egy taktikusabb, sokak számára esetleg nehezebb játékmenetű névről van szó a játékban, viszont aki nagyon jól tud ezen a balanszon végighaladni, akkor egy elég ütős sereget kap, amelyből olyan húdásokat nem lehet szivatni, viszont különböző taktikákkal még lassíthatja is az ellenfeleit. No, hát visszamegyünk így az első pályára, a düh és a mocsár. Szenti kampány első pálya, határozott és makacs Irina egyébként is véges, a birodalmi közösségben előre elrendelt szerepével kapcsolatos toleranciája aznap ért véget, amikor erőszakkal adták hozzá Gerhardthoz, a farkasok utálatos hercegéhez. Farkasok vízes lömlőszébe zárva Irina arra az elhatározásra jutott, hogy inkább meghal, mint hogy bocsánatot kérjen zsarnok férjétől. De Sándor, aki szabadította őt, és mindketten elmenekültek a Jádeócán délkeleti szigeteire. Irina idegennek érzi magát egy idegen vidéken, de eltöbbet szándék, hogy bosszút áll Gerhardthon és magán a Szent Császár is. Ugye hát az előző kampányban, a barbár kampányban, ami szinte kihat kézben jár sokszor jó oldalágban ezzel a kampányjal, ott már találkozhattunk ezzel az esettel, viszont megmentettük Irinát, és most innen folytatjuk a dolgokat. Hát akkor kezdjük is. Mivel Irina az a mágiájával lesz amúgy is elég jó, azért azokat mindenképpen fejlesztjük, tehát a mágikus erőt és védelmét, illetve ez a gondolkozunk, hogy ártó képességei, neki vannak jótékony képességei is, ott lehet, hogy azt kéne benyomni, de ó, ez nem lesz, csak sentézősök használhatják, akkor ezt berakjuk, kettően öli a fizikai és a védelmet,
Ne vegyem itt még ezt. Érdekes, hogy ötödiket nem tudok kinyitni, pedig már annyit játszottam a játékkal, amennyit nem is lehet. Düh és a mocsár. Kötözd le egy griffszárnyát, és majd megtanulok karmaival repülni. De egyébként ez is egy olyan mentalitásos felfogás, ami is szintén jellemző volt, akár a régi, mint szamuráj korszak szamurájaira, vagy akár az itt lévő nága és a nága vezető hősökre. No. That's your room. Where do I sleep in this place? You mean, where do we sleep? What? I consented to marriage because I had no choice, but not to anything else. De most ezt nem értem, először visszamegyünk a múltba, vagy csak egy flashbackhez. I'd be in chains. Igen, jó. A hunting lodge with Gerhard's wolves if Sandor hadn't risked his neck to save me. But I've been relying on my brother for too long. He has his own wars to fight. I'll thank him and be on my way. I have a weapon and a purpose, and that's enough. Greetings. I come from the Falcon Empire. From the Wolf, Griffin Duchy. I heard you offer sanctuary to those in need. I set eyes upon you for the first time, stranger. I am Katsue, priestess of Shanasa, Hurin of this temple of Bantikiwi. Yes, I am Irina. Are you Irina? It is you that the wolves see. May I still have sanctuary with you? It is our custom. Even more so now, when the hobnail boot of the wolf muddy our waters. Welcome, Irina of the Griffin, to Hashima, the Empire of Shalasa, Dragon Goddess of the Water. Hát csak úgy mondta, úgy olvasta föl, hiába volt autentikus, hogy próbált annak lenni, olyan, hogy van gép hangolvasnak. Irina, take your friend and run. We'll hold him off. Crawl, orcs, for the blood! I am in your debt, Lady Katsue. Are you a high priestess? Mother Superior? We are not exactly like your people. Shalasa's realm is a hierarchy of temples. The seas, the currents, the lakes, the rivers, the snow. Even the gray ice packs at the end of the world have temples to Shalasa. Priests and priestesses like me run them under the eye of the Eternal Empress. The Empress enforces Shalasa's will upon Ashan. You have a title and troops. I am Katsue Furin, which means spiritual leader. We also have military leaders. Called Daniel. But for now, Irina, come help me gather my pearl maidens. They are scattered, fleeing the wolf troops. Later, we can speak more of Hashima. It is pleasing to meet a foreigner curious about our culture. Hát van is ugye egy képességünk, amit akkor mindjárt be is tudunk ide. Ez elég jó sebez, plusz lassít. Illetve a fagyás, valószínűleg most még nem lassít, aztán egy kicsit később fog, de fagyott hatástól is szenved az áldozat. Mi azt jelenti, hogy nem tud lépni körig, vagy valami ilyesmi. A döntés, hát így a szokásos, meg kell írni a hősöt, könyv, vagy vérszintjét, farkasvadászat. Sándor kimentette Irinát a farkas hercegségek börtöncellájába, és elvitte őt Hashimába, Nágák völgyére, de a farkas csapatok még mindig Irina nyomában vannak. Irinának menekülnie kell ismét. Menekülnie a gyöngypapnők templomából. Egyszerűen nagyszerű küldetés. Viszont itt ilyen lenne ugye a várunk, de ez valamiért nem elfoglalható. Na hát ez gyors csata volt. Pénzt kérünk először. Vezetői képesség. Nem fog rosszul jönni. Na nézzük meg, így erre csak papnőink vannak.
Igen, ezt akartam, ez egy mágikus lény, és ugyan úgyis mágikus hőssel vagyunk, ez látható is. Ezért őket mindenképp nagy becsben fogjuk tartani. Hoppa, most ez az egyik, az fejlesztetlen, ezt nagyon nehéz összetéveszteni egyébként. Ez a fejlesztett, igen, a gyöngyfa, ez a fejlesztett, ami több a tetoválás, plusz élesebbek a színek, meg feketébb, meg könnyű összetéveszteni. Ez a sima változat a korallpapnő, és látható, hogy gyakorlatilag egyel nagyobb sebzés, sokkal nagyobb védelem, és egy kicsivel erősebb életerő is jellemzi a még jobban megnövekedett kezdeményezést számítva. A fejlesztett változatot, amúgy is az egyik legnagyobb kezdeményezése van itt a mága népen belül ennek a lénynek. De nézzük a simát. A korall papnők a nága társadalomban a gyógyítók és diplomaták szerepét töltik be. Ők a korall nágák leszármazottai, akik a legkisebbek a három nága csoport közül. A korall nágák a Jáde tenger szigeteinek partja és lagunáiban élnek. A fikkeik ragyogó és sok címben pompázik, az arcuk szinte emberi. A korall nágák egyik legegyelőbb vonása az, hogy hajuk élő kígyókból áll. Kitanulták kígyózó hajuk megszerítését, voltak be annak fegyverként való használatát. Utasítani tudják fejlesztők ügyeit, hogy egy hipnotizáló táncba kezdjenek, amely megidézi az óceánok mély áramlóidejét, ezzel erős ritegség és letargiai érzését ébresztve a velük találkozó ellenségekben. Érdekes megfogalmazás. Medúza személyi korallpapnő támadása célpont kezdeményezését 2-20 egységgel csökkent, ami nem kevés, hiszen neki is 40-45 van, ami szinte az élen van a csapatán, tehát a népen belül pontosabban. És ezt is lefedezhetné. Vízimmunitás, ilyet az elég egyértelmű, nágák és minden szövetséges vízszerrel 50%-ban jelenállnak a sebzéseknek vízártalmi sebzések esetén. Levegővel viszont érzékeny, mivel ugye vízből is áll majdnem, hiszen félig meddig a vízben él, mondhatnak majdnem egy két éltű lénynek is egyéb iránt. Két éltű, hát itt is van, immunitásra lépés csökkentő vízalapú ázsatokra, tiszta két éltű sereg, a vízen is mozoghat. Ja, igen, így tudunk menni a akár emberre vagy anélkül a vízen. Pontosan, bocsánat, nem, be kell bele egy nága lény is, azt hiszem. Tehát nem elég csak a hős, de ezt majd megnézzük. A fejlesztett pedig a gyöngypapnői láthatok, ez eléggé felerősödve. Mi a franc, nem akarom. Gyöngypapnő. A gyöngypapnők a vízerejének használatát tanulták ki, ezzel gyújtják szövetségeseiket felbecsülhetetlen támogatást biztosítva csapataiknak. Hát igen, gyakorlatilag annyi az erősítésen kívül még, hogy ők megkapták a megújulás hullámai képességet, ami gyakorlatilag egy regenerációs hatás, 3 körig tart, ami elég durva, viszont 1 körig nem használható. És csak 2-szer tudjuk összesen egy csatán belül használni. No, hát menjünk tovább. Megyünk a meditációs templomba, az még illik is. Ide. Hát nem is nagyon kell csatáznunk. Ups, ez most jól esett. Ez jó, hogy néha így, néha úgy választunk, ugyanis. Tudjunk többet varázsolni, én azt mondom, bár most még nincsen sokféle varázslatunk, de ez nem fog gondot okozni. Most a 140-ből szinte bármit elő tudunk majd varázsolni. Na, ez is jól jön. Ó, még hozzánk állnak. Na, csak örvendeni tudok. Segítkezek ér, azért vagyok itt. Na, nem ugrottam szinten, basszus hát. Hát nincs kerülő út, de mi ezek a gyöngypapnők, ugye vár? Nem, ez csak korál. Nem ugrottam szétszedem, és akkor könnyebben megy a regeneráció, de hát megpróbáljuk ezt nem megoldani. Amíg attól még szét kellett volna szednem. Valóban igaz. Most gyakorlatilag ezzel hatása egy különettel. Nullára csökken a lépés és 20%-os sebzés érzékenység fizikai sebzés esetén. Hát igen, az nem rossz. Mondjuk ez most pont nem fizikai lesz, hanem mágikus, de mennyi baj legyen. Lehetőleg egyet sem fog leszedni. Utána pedig hamarosan benyomjuk majd a regenerációs képességet természetesen.
Ma ezzel tudjuk nevelni minden szövetséges szentélyi lény védelmet, fizikai védelmet és mágikus védelmét az aktuális körre plusz 7. Tehát növelődik első szinten, később természetesen ez is erősödni fog. Most ebből lőttek bele, ugye már, úgyhogy akkor saját magunkra toljuk. Oda gondolom, hogy oda fog érni. Ajja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 jj
Ez nem szép. Nem szép. Szerencséjét. A fizikai sebzés az ilyen helyzetben nem állja meg a helyét. Gondoltam, hogy nem lesz hülye. Sajnos. Idejön. Ajja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 jj
nagyon szeretem. Jelenleg látszóra meg lehet oldani, hogy hát max. Egy hal meg, vagy egy sem. Meg az is lehet. Az jó volt. Így egy sem halt meg. Na itt egy másik vezető, aki már az erőhősöket erősíti. Appointed by the Eternal Empress, Lord Hiroshi is impressed by your feats and requests the honor of sharing tea with you. Tsar, this is a great honor, Irina. You cannot refuse. Very well then, Knight Mikau. I will put my vengeance aside to sip tea with the Lord Hiroshi. He will know I am near when he hears the screams of my enemies. Lady Irina, you do not always need to phrase things in that way. I can't help it, Katsura. I'm a very honest person. Ó, plusz egy életerős mozgás. Ez már itt az elején jól fog lenni, és megint egy szintugrás. Halljunk még egy regenerációt is. Habár az egyik lényünk is tud, de ez nem lesz rossz, higgyétek el, hogy még egy lény tud ilyet. Oké. Egy lény, bocsánat. A hősünk, Nága főúr, lehetséges, hogy illen szövetséges a tanár Gerhard ellen. Lord Hiroshi személyében a kesziget ezen résznek küldemese. Hiroshi Umiya városában találkozik Irunával, mely a hegyek túloldalán található. Ezt már megcsináltuk a parkos vadászatot. Hát valahogy éreztem, hogy ez lesz az eredmény. Jó, hát még ez annyira nem kell nekem, de nem baj. Ojaj, elit lény, na. Ezt megoldjuk még a regenerációval is. Hát igaz, hogy most ránk fog ugrani. De... most elvileg ez nem fog tudni felugrani. Ha jól veszem ki. A többiek ugranak, de regenerációval emetre megoldom a problémát. Igen. Ez szuper volt. Ez már is fog ugrani a többiek, mert most még egy-két köré nem fognak tudni. Mindjárt ez elérése 30-et, hát igen, sajnálatosan alattam van. Ez csak az egyik éroda. De az, az szerencsére pont nem szeretne semmit. Igen, egyszer volt a dolog. De a regeneráció ezt is megoldja. Úgyhogy... végzett. Kezdünk egyre jobban. Szerencsések is lenni. Ez ilyet mindig is szerettem. Hát veszünk pénzt, mert... 500 XP, hogy megjelent volna az ugrás, ez való igaz, de ezt kell tudni, merre kell menni. Tudnám, boldog ember lennék, de nem tudom. Hát,
Erősítsük vissza varázslatainkat. Gondoljuk. Tehát, megyük le ellenségeinket. Így, így, így. Kis erősítés sem árt. Néha. Ó, még életerő. El vagyunk látva, most a plusz két életerő. Lehet, hogy ezen tudtak levenni annó ebből abból. Erről vagyunk most fejlesztve életerővel. Milyen hét van. Tengeri mozgás, hát tök jó. Tenger nem nagyon van itt. Tavak, folyók vannak, de... Oké. Na. Most merre? Erre el tudunk menni? Úgy néz ki, nem. Mehetünk vissza. Na, valószínűleg valamelyik út majd nyitva lesz később. Szerintem. Na. Itt mi van? Na igen, az a második egységünk, szintén alapegység, nagyon hatásos. Korábbi részekben láthattátok, hogy videóval pontosabban a hírozhatom belül. Orvadászok megbüntetése. A farkasok semmit sem tisztelnek, még az olyan ellentárs lényeket is vadásznak, mint a kappák. Irinálnak talán segíteni kellene ezeknek a lényeknek. Győzve az orvadászokat is kapunk, kappát, nem is keveset. Az egyelőre a vér útja az, ami erőteljesen. Hát jó, egyet engedélyezek, hogy jó napja legyen. Na, az igazán jól esett megint. Nagyunk egy ilyet is, valami most ötös szintek vagyunk, de sok ijász miatt ez jó lesz most. Tehát most tudtuk valahogy a második szintet is tolni, de sok ijász miatt inkább ezt választottam. De kicsit hiba is volt, de kicsit nem. Az. Véleményem szerint. No. Ő már egy erőhős, úgyhogy ővel használhatjuk a hősiesség skillünket is. És már 50-es a kezdeményezése, tehát még nálunk is jobb. Legtöbbször ő szokott kezdeni. Viccesen varangyok és békák ivadékainak nevezik őket, de igazából a kappák folyókkal és tavakkal kapcsolatban álló kisebb vízszellemek, akik fizikai testhez vannak kötve a nágapapsággal való szövetségük miatt. Más vidékről érkező vándorok gyakran tréfát tűznek a kappák külsejből és viselkedéséből, de a nágánál jobban ismeri őket és soha nem becsülni ezen a furcsa lények harci képességeit. Hát igen, elég jó képességek vannak, van az ráugrás, gyugrotálása egy normál sebzés mértéket növeli átugrott mezőnket 1%-kal. Az ellenséges szélpont egyenes vonalban kell legyen a kappa lényel. A támadásnál nincs visszatámadási lehetőség, minimum távolság 2 mező, maximum távolság pedig nem tudjuk mennyi, de elvileg nincs szinte, ha jól tudom. A kappa lépésének kétszerese. Ja, ott van, bocsánat, a kappa lépésének kétszerese. Két körig nem használható. Tehát akkor gyakorlatilag a 8 a maximum. Ezt is odaíratták volna akár. Mondjuk ez változik. Ugye attól függően, hogy mondjuk nagyobb ita van valamivel a lépés száma. Föl van egy gyorsítva. A vízimmunitás, ugye 50% levegőérzékenység két éltő, ez meg ugyanaz, mint az előző lényünknél. Na hát menjünk erre, másfelé nem tudunk menni. Ez is megvolt. Ja, itt a dzsungelben vagyunk most, hogy ez látható. Azért ne túlzásokban essünk, azt szoktam mondani. És ugye tudnánk használni, de nem akarom. Mindjárt inkább ezt akarom szétlenül, mert most gyógyítani fog. Hát még nem fog már ide érni, úgyhogy tök mindegy. Akkor így van az ugrás, hát ezt már végülis ellenfélként már láthattátok eddig szerintem. Eddig is. Hát nem tudom, hogy veszítettem már mennyi embert is, de valahogy a gépnek ezt is sikerült megoldania. Újabb lak. Egy kis morál. Just a moment, Irina. The water is too deep. The magic of Shalasa too strong for your horse to cross. So, what do I do? You are beginning to accept the ways of Shalasa.
Your steed must do so as well. There is a dragon nexus on an island near here, a remnant of the walls of the mythic age. Its magic will guide your horse into the way of Shalatha. Igen, ezt is meg kell még keresni. Nyugatra, Luszonyfélszigetre. Ebben a kőben készült útjelzővel a mesternél vésett meg a felirat olvashatója, de kővel kirakva. Úgy építették, hogy évszázadokig fenn van egy nagy párat, már biztosan át is élt. A vicces megfogalmazások. Mindig jelen vannak a játékban. Hullámlovaglás. Sajnos által elbújt lovak képesek a vizen járni, amire én a pályán nem képes, de ez megoldható, a lovák megitatja a Sárkány Nexus vizével. Talán meg a Sárkány Nexust. Hát ugye ez egy ilyen leszem monoduplázó építmény így játékmechanikailag. És való erre fogjuk találni, és azért nem tudom most itt így átvenni. De megoldjuk ezt is. Üldözem, mert most a vérútja az úgy látom, hogy jobban fejlődik. És jól látom? Igen, minimálisan, de jól látom. Különböző sebzővarázslókat kell majd inkább használnunk. Most ezeket fel tudnánk szedni, hogyha már nem ilyen hevenös kastélyos lónk lenne. Na, újra van a fegységünk. Na, egy kis kísérletek részei. Emlékeztem. They and my brother Sandor rescued me when my own father wouldn't. At least I didn't pay their bribery. Tell me, Katsuya, what should the Naga cry when they went back? Sa, Shalasa, or Isul, or Iko. Yeah, itt a barbarok is csak kiáltottak, kiáltottak. És akkor most nekik is kell, hát ez... Na, kezdeményezés nő. Az nem rossz. Oda kell menni. Ez mi át is alakul. Nágás paripává. Vagy nem. Külsőleg még nem. Nézd ki. Cápákról és emberekről úgy küldetés. Harkas csapatok blokkádára vonták a cápa harcosok szigetét, hogy elzárják nálakat a létfontosságú erősítésektől. Ha Hírénak kiszabadítaná a cápa embereket, akkor kétségkül kimutatnák halálukat, és segítenének Hírénak az ő feladatában. Hát még jó, hogy kiszabadítom egy kis segítség. Nem lesz rossz, csak le kell venni, gondolom. Na. Mondjuk azt, hogy ne legyen nagy veszteség. Mondjuk itt már hős ellen kell csatázni, de... Megoldjuk ezt. Nem tudunk odaugrani. Valószínűleg ezt fogja támadni. Hát ebből nem sok maradt. És nem. Nem azt támadta. Ez igen. Franc. Nem jön le róla, basszus. Ez nem jó. Csak. Szépen ráugrunk, minden erőnk el. Na, és ilyen könnyen le tudtuk pusztítani. Soldiers the wolf wherever I find them. You travel with a priestess of Shalasa. You save us, kill our enemies. One is on the dead. So, one is on me. Irina is now our lord. We follow Irina. Irina! They give no ground to their enemies. Látjátok, most már tudunk ide-oda császkálni. Nagyon most valami második töltetet nyomunk be. Ugye például... Ezt. Ez egy elég durva
Stella. Azt nem tudom, hogy itt van-e értelme császkálni, de úgy látom, hogy talán nem. De lehet, hogy mégis van itt van egy láda. Körbe megyünk maximum. Látom, hogy más már nincs. Viszont... most már itt át tudunk menni. Mindenbe bemegyünk még előtte. Igen, ez is megvan. Ezt benyomtam, azt kell megmutatni a cápa... őrt. Ugye az arab változata, nem a fejlesztett az egységnek. Ez körülbelül ugyan erős szivatásra, mint a békát. Tehát látjátok, az egyensú az jelen van, csak egy kicsit még gyengébb, érdekes módon a védelme. Az életerre viszont azért sokkal nagyobb, ahogy a morálja is. Képességekben pedig majd megnézzük, de először olvassuk el. ISD 52 évében a hétváros varázsolja, szörnyetegeket azért teremtették, hogy őrök, szolgák és játékszerek legyenek. Egy különösen nagy elképzelő erő a varázsló asszony legbizarabb kísérlete az volt, hogy ember keresztül cápával. A varázsló azt remélte, hogy ez a faj egy felúhatatlan tengerész csapat lesz. A varázsló tanácsának tagjai nem voltak erről meggyőződve, és úgy döntöttek, hogy a cápa embereket háborúi helyett politikai célokra használják fel. A lényeket ajándékul ajánlották fel a nágalordoknak. A nágák szívesen látták a cápa embereket, és egyébként közölték őket nem úgy, mint szolgákat. Olyan tiszteletre méltó pozíciókat ajánlottak fel nekünk, a víz alatti palotáik őrsége cserébe a cápörök rendeletlen büszkeséggel és hűséggel követték mestereiket. Hát igen, és vérzősebb képességi vagyok, tehát körönte egy kisebb sebzést tud okozni a támadása után. Két különet három egységgel csökkenti a célpont lépését, és ezen kívül ugye 10%-os szenvedést él el minden harci körben a cápör sebzéséből. Vízimmunitás, a többi az már is felős. No. Egyébként ez a lassítás tényleg nagyon jól tud sokszor jönni. Viszonyat számít olykor. Várható volt, hogy ez még egy mana cucc. Már annyi van. Annyi megint ugrok egy szintet, így haladunk. Neked nem tudom mennyi értelme a főszerelő lesz-e itt város. Nem, akkor nem sok értelme van. Támadunk. Na, ez egy ilyen vízburkot rak ránk, ami néha jól fog jönni. Úgy emlékeztem, hogy ez az előzmény pályán van. Hát ez nem az előzmény pálya, mert azt hiszem ott is a nagyokkal kell pont lenni. Megkiderül, milyen hét van most. Táborok hete. Ez jó. Nem csak. Ez a vulkán, ami elég hatással néz ki. Na itt van az egyik elitettségünk külsőre, de ez egyik fajta hősünk is. Pontosan az egyik konkrét hős, ez egy külsőleg így néz ki, mint az egyik elitettségünk, kardmester. I've been invited to speak with Lord Hiroshi. So, Hiroshi is my daimyo. I will lead you through these tunnels. Be careful, they are full of mad spirits. Well, they'll be a bit emptier when we're finished, yes. Good! We will fall on our enemies like a raging storm. Sir, Hiroshi is a great fighter, Irina. Of a kind we call Genshi. They are Shalasa's champions, her divine knight. Igen, ez egyik elitettségünk. Hát, ha lehet, ez a legerősebb, bár itt a hatban nincs ilyen. De talán konkrétan erőben tényleg a legjobb. És meg is kaptuk. Ó, oh, yeah. Igen. Itt van karfogató. Látod, hogy iszonyat jó támadása. 19, hasonlítsátok össze ezzel. És ennek is 45-ös a kezdeményezése. Tehát durva, mint a gyöngypapnő. Szóval még csak a sima, ha nem a kardmester, nem a fejlesztett fajta. És elég jó a védel. És ahogy azt láthatjátok, az életre 82-es az olyan átlag durván. Így főleg ilyen csapásos erő elitlények esetén, ahogy körülbelül a szerencse morális durván átlag, vagy kicsit a fölött. Kartforgató számtalansor visszatámadhat, tehát gyakorlatilag szinte azt mondom, majdnem végtelen, és léptem így van fordítva. Az első megtalálott egységet provokálja, csökkentés hevzésre 90% a provokáló kivételével. Amikor a kihívott fél elpusztult, egy új egységet lehet provokálni. Többi pedig ismerős.
Ezek a dicsőséges és hatalmas harcosok a mélységi nágák tagjai, a három nága csoport közül ez a legnagyobb. Könnyen felismerhetőek, sőt, egy pikáikra és arcukra, mely inkább hullőszerű, mint emberi jár, de óceán feneként fekvő vizalati városokban élnek. Jó erős egyéb iránt. Úgyhogy érdemes használni tényleg őket. Ja, hogy most nem tudom, merre kell menni, az a gond. De menjünk erre, nagy kapunk megint ilyen plusz fizikai meg mágikus védelmet. Na, kaptunk egy láncjelen tekercset, az még jó fog jönni. Kérem, alásalni. Kicsit ilyen kalandós az első pálya, de ennek örülök. Szeretem az ilyet. Gondoltam, hogy meg fog ölni egy párat, elő az ellenfél, de ez nem jelenti azt, hogy... Mint ezzel is használtuk. Érdekes, hogy azt támadja, azt is miért lépsz kétszer? Ezt nem szabadna. Kérem olásan, hát azon nem fogok oda menni, mert... Egyrészt itt van ez is. Nem mi az, hogy nem azért ekkora területen van, és ilyen látványos kis viharfelhő. Igazán hatásos. Ezt regeneráljuk. Nem szabad oda menni, mert ugye felrobbannak, amik meghalnak. Plusz ez a vihar az lehet, hogy meg is fogja ölni őket. Úgyhogy egy egyszerűbb az élet. Rohadt drága az a vihar, de meg tudjuk csinálni. Kis bug volt, mert a felhő miatt nagy valószínűséggel. Ops, még egy kis szerencs az, amit csak kevés szerencsénknek. Látható már mennyi van. 6-os a végzet. Az igen. Na és egy kis májkos erősítés, az amúgy is erős varázslónknak. Mondjuk ezt nem lesz egyszerű leverni. Jajajaj, azért ennyit csak nem hal meg. Sajnos. Ez is így van. Azt hiszem, még így font eléri őket. Na. Azok, hogy ezek ilyen regenerálódnak. Ez nagy probléma. Ezzel nem kicsit regenerálódnak. Megoldjuk. Látjátok, ezre mondtam, hogy milyen jó lassítás meg egyebek. De most azzal nem fogok lépni. Mert ez így. Na, kiér a vihar felhőből. Igen. Na, nem sokat tud lépni. Ahogy most én se annyira. Mint ilyen morál plusz kör esetén. Egész jól sebződik már a főhősöm által. Hát ennek annyi volt. Nem volt könnyű szétbontani, de megoldottuk. Oké, ez zsák utca, nem tudom, arra például mi van. Mert hogy be tudunk aztán menni. Akkor nem, mert ez csak hetente lehet. Ops, ez nem lehet átmenni, ez igen. Úgy tűnt, mintha át lehetne. Na, ezeket hozza ki, mert nem szokott így kihozni dolgokat, de valahogy sikerült neki. Nem megyünk oda. Én szeretik itt ezt támadni, tehát ja. Akartam hittem az erődnél, tehát a barbároknál ugye ezt a párducharcos szeretik, a pokoli kutyát, a infernónál, tehát mindenkinél van valami, a griffet a kastélynál, mert azoknak eléggé jó támadási értik van, meg képességük, aztán mindig az inkább azt támadják. Na, plusz két mozgás, hát ez lehet, hogy nem kell majd, mert látjuk, hogy hát igen. Ez nem éri meg, hogy felhúzzam. Nem lehet arra tovább menni, sajnos.
Ujjaj, annyira ment el. Na, én megint miket hoz ez ki. Olyan dolgokat, amit nem szabadna neki. Ez most nem lép. Ilyen is van, hogy teleportálgató lény nem tud lépni. Hát. Több varázslatot nem szeretnék használni, úgyhogy remélem, hogy nem fog odaérni. Hát, megtalálhatjuk szerintem. Amondó vagyok. Most az, ahogy gondolom, hogyha van előtte akadály, akkor nem tud ráugrani. Ó, basszus, rosszul is léptem. Nem valós, ha megpusztul. Már jó szivatok a hőssel, ugyanis. Úgyhogy meghalt egy ember, te úgy érezte volna, nem. Az lehetetlen. Ó, de jó. Hát jó, hogy nincs még város ezen a pályán most. Fel annyi embert kapnék. Az pedig nem jó. Most jó kérdés, hogy merre kell menni. Kéne találni, de szerintem lefele kell, ha jól emlékszem, úgyhogy menjünk el. Igen, jól emlékeztem. Azt is megint 14, nem baj. Lezúzzuk. Mint a furfangos arázsatunkkal. Szerencsé, elég sok manánk van, milyen jó, hogy benyomtam én a mananövelést. Látjátok? Sagat elkezdett jönni, de hát... Nagyon elér engem is. Ez összeesett. Ajaj, nem ért el, haha. Pocs. Ez jó volt. Így kell ezt. Ezt kell volna elég sok pénzünk is. Hát ezt választom, mert... Magikus... könyv helyett most vérben utazunk. Ebben a kampányban, de eddig legtöbbször aztán talán könyvt választottunk, úgyhogy ezek után nem kell már sírni, hogy mindig mást választunk. Ó, yeah. Jó kis cucc, hol rakta be ide? Elég durva már a mágikus erő, persze fel is erősítettük. Ugye, plusz dolgokkal. De akkor is súnya hetesek leszünk, ha így haladunk. És kértünk a vulkán másik oldalán. De volt egy plusz pálya, amit így a megjelenés előtt azoknak adtak, akik a előrendelték, azt hiszem. És én olyat kaptam annó ajándékba a fordításért, ami előrendelős volt. Előrendelős. Na, nézzük csak, ráadásul nem lehet visszatámadni. Nem érzi azt, hogy június lenne. Elég 50%-kal kevesebb. Hát. Igen. De víz. De nem, vizet szenved nekem, ami jó. Hát akkor nyomjuk rá ezt. Mégis. Hát igen, ez várható volt. Szuper. Erről megyünk egy regenerálódást. Ezzel pedig egy ilyet touch. Ezzel pedig ide nyomunk egyet. Hát elő is kéne mondjuk egy regeneráció, de mindenre nem tudok. Sajnálatos módon. Ó, bakker, ezt most megszívtam. Hoppá, erre is tudok nyomni, csak most már hiába nyomok szerintem.
Ajajaj, most így a békából, ahogy én szoktam nevezni, vesztettünk sajnos egy kicsit. Hát, remélhetőleg lesz itt ilyen megvásárolható egység esetleg, vagy egy vár, majd kiderül. Itt van persze föld alatt is. I set eyes upon you for the first time, Lord Horatio. I am Irina, the Griffin family, of the Falcon Empire. May I ask why you wish to see me? Irina of the Griffin. It is a pleasure to see that you are learning our customs. I am Lord Hiroshi, Daimyo of Hashima Island, appointed by the Eternal Empress to execute Shalasa's will to speak simply. We have a common enemy. My predecessor, O'Connor, signed a treaty that created the Wolf Duchy's trading post on this island. Whatever they do is too offensive. We must drive them out. There is a problem, yes? Yes. Profits. Some Naga pay only lip service to Shalasa and gold to our enemies. But you, Irina, are uninterested in their wealth and have returned many of the wolves to the waters. So, as is the case with any truly equitable agreement. First, you have my leave to muster and lead troops to hunt the wolf as you wish. That's the good part. And the bad? I would like you to destroy their trading post and annul all the trading contracts. You cannot annul contracts as Irina of the Griffin Duchy, but as Irina, bride of Gerhard and Duchess of the Wolf, you certainly can. I spit on the Wolf Duchy. Don't tar me with that brush. And I'll fight them with or without your approval. Have you tried the tea? It is quite good. It is derived from a kelp farmed by Coral Naga in the Futaki Deeps. So, what is it that you aren't telling me? The wolves say they have captured a young man named Santor, also from your home country. The day those contracts are annulled, I will give you the location of his jail. Ja igen, mert amit ugye meg kellett mentenünk, az is ő mentett meg Irina minket egy ilyen sándoros kampányban. Ó, yeah. Ó, én kaptam még karforgatókat, és most már ugye van városunk is, ami így néz ki. A betelti. Hogy láthatjátok, ma vesztem is meg ezt. Kéne menni még talán főst is majd. Na, akkor érdemes volt az ő pénzre is költeni. Ezt pedig mindjárt is foglaljuk. Üldözzük. Hoppá, lehet egy vízelementál. Most kétesen elfogadjuk. Ezt nem tudom, mi volt, mindig összekeverem. Kaptunk egy csomó alaplényt. Ez vízelementál sajnos. Ezt varázslása miatt nem szeretem, de ezt még elfogadjuk. A veszteséget. Valószínűleg valamennyit vesztenénk, mert a varázslása miatt, meg a elég gyors menetelése miatt, sajnálatos módon kicsit veszthetünk, mert egy kis plusz pénz nem árt. Oké, okay. Közben itt egy új hét. Szuper. Veszünk őst, mert kell. Méghozzá jött, ami eszen növeli az emberünk számát. Aztán lehet, hogy ilyen nincs sajnos. Ilyen nincs, viszont van favágós. Illetve van egy felfedezős. Lehet, hogy inkább most erre a pályára az jó lenne, de jó lesz a favágós. Én azt mondom. Na, ezzel a sereggel már egy smást tudom kezdeni. Oké. Közben mindenfélét elfoglalunk, ami csak van a környéken. Na, én nem tudom, hogy hozzá mindig erre ki ezt. Na, ő sem tudja. Egyébként Irina az egész jó, és a multiba is, tehát... Én azt mondom, ha jól emlékszem, egész jó hős. Érdemes használni. Na, ez most fejlesztett béka lenne, békuci, akkor ez nekünk nagyon jó lenne. Sajnos ez nem az.
Igen, mert nem számolja bele a spelleket, ahogy ezt eddig is mondottam, a képességeket a csatába így. Persze, hogy lehetnek végül is gondok. De várjunk csak, én ezeket nem vettem meg, na hát kérem alassan, hát mi folyik itt. Ezt hiszem megveszük, hogy még több pénzünk jöjjön. És legyen. Na igen. Ezt akartam volna küldeni. Már lehet, hogy kínálom, hogy még egy hős már ide leismerte, lehet, hogy támadni fog innen onnan az ellenség. Igen. Még meg tudjuk oldani. Szerintem a támadást fogom majd egyébként választani, ha sikeres lesz a dolog. Majd ezt inkább ide nyomjuk be. Ezeket leverjük, itt se vesznek el egységeink, úgyhogy nagyon nagy dolog lesz. Erő az erő ellen. Azért ez eléggé megszivatott. Nem volt kis fiskóta. Most ott marad egy picit. Nem baj. Mert mi a franc, hogy nem tudok valami miatt odaugrani? Ja, lehet, hogy emiatt elállta az utat. Jajjajjaj. Oda jött. Hát jöjjön. Nem sokat ír el vele. Most nem értem, hogy megkaptam egy... Aha, ez tetszik. Ja, megvan már tekercsbe is a regeneráció skill, úgyhogy én elég durva. Hát ez most odaljön basszus. Hát jöjjön. Zámoltak mindegy. Jelen helyzetben. Tudok kettes szintet, ami már 14% életerőt is ad az aktuális körre pluszba, ami főleg úgy, hogy már úgy is van egy életerő, sőt két életerő növelő artifaktum, egyáltalán nem egy rossz dolog. Úgyhogy, hát igen, vér miatt is és az erő miatt is egyre ezt választom. Már megint vízzel ment el. Jó, talán mondjuk már nem akartam volna, de... Legyen, megint meghalt egy elit. Jó, 250 arany lesz, mert oda kéne adni a... Hogy hívjáknak. Hát erősítsük még egy kicsit a varázslatunkon. Aztán majd a... A manapontot is jobban visszatermeljük, meg a... Regenerációt is majd erősítjük egyébként. Nem menj, ez lesz szerintem, elmegyek erre. Szeregetni ezt-azt. Valamennyit valószínűleg leszeret valami, hogy ez négy fele megy, tehát nehezebb sajnos regenerálnom. A kérdés, hogy merről fog jönni az ellenség, ezt kéne kitalálni majd. Csináljuk is az elit épületet. Legfontosabb, ez honnan jött?
Onnan, pont onnan jön, szuper. Ezt meg majd lehet, hogy kicsit felerősítjük. Egyrészt adunk neki még lépést. Másrészt adunk neki egy ilyet is. Nem tudom, hogy látom itt más. Van még, de azt hittem, hogy nincs semmi. Oké. Szépen épül minden. Ójaj. Na ezt azért nem. Ezt nem adjuk. Ezt a franza valamiről kezdett. Na nem baj, ezt megoldjuk. Szerintem. Most se fog már lőni. Azt hittsük le, na lassítjuk. Nem úgy se tud sokat lépni, de jó, annyit sem fog ezek után. Igen, hát rendesen föl lehet itt tápolni ezen a szigeten, vagy mi ez. Minden fogjuk folytatni a következő videómmal, addig is búcsúzom tőletek, sziasztok!